Ez a banán 3 hetet utazott azért, hogy megérkezzen Magyarországra. Most jelenleg a nagybani piacon vagyok egy banán érlelőben, mivel kinyitott a kapuit a nagy közönség számára is. Nagyon-nagyon finomságokat látok. Na itt mi készül? Ez egy 5 összetevős saláta. Ez itt avokádó, paradicsom, pálmaszív, fekete fokhagyma és sangóretek csíra. Ugye az ázsiai konyhának van egy úgynevezett 5. íze. Ezt úgy hívják, hogy umami, ami az édes, savanyú, sós és csípős egyvelegéből a tökéletes harmóniának a jegyében születik meg az 5. íz. Ez az umami. Az eseménynek az az apropója, hogy 3 évvel ezelőtt arra gondoltunk, hogy a nagy közönségnek is megmutatjuk a nagybani piac nyüzsgő világát. Azt a hangulatot, ami ilyenkor nyár elején szokásos a piacon. És úgy gondoltuk, hogy most inkább 2 naposra tervezik az eseményt, mind a 2 nap 100-100 főt tudunk így fogadni. Igazából ez az első alkalom, hogy kint vagyunk a Nagybanin, és teljesen új élmény az, hogy ennyi minden van itt, és igazából sokkal érdekesebb ez az egész hely, mint így gondoltam elsőre. Mesélj erről a fekete fokhagymáról, mert ez nagyon különleges. Ugye látható, hogy egy picit ilyen gumisabb az állaga, illetve kicsit ilyen, ugye semmilyen hozzáadott dolog nincsen, ez önmagától válik ilyenni. Ez 60 fokon 3 hétig tartják így. Ez az eljárás alatt ő belőle kicsapódnak ezek az enzimek, és akkor válik ilyen teljesen ilyen nyúlossá. Hát akkor lássuk ezt a fekete fokhagymát életemben először. Furi, nézzük. Hú, ez ne haragudj, de ez nem jó. Igen, nagyon megosztó. Olyan, mint a füge. A füge, meg a fokhagymának így, mint hogyha így összegyúrták volna a kettőt, nekem nem ízlik. 1897-től van nagybani piac, de ez a jelenlegi helyen lévő 28 évvel ezelőtt nyílt, és hát itt tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy az ország gyomra is, legalábbis zöldséggyümölcsbe, mert itt egy év alatt 450-500 ezer tonnára megfordul. Édesanyám kíséretében érkeztem, ő volt az, akit kifejezetten érdekelt a nagybani piac története és különböző ehhez hasonlatos dolgok, részletek, infók, így hát én voltam a szerencsés, aki elkísérhette őt. Ő a piros banán, ez ilyen ősi banánfajta, tehát abban a szempontból volt nagyon fontos, hogy ezt a banánt megtalálták, mert a banának a tovább nemesítéséhez ezt a banánfajtát nagyon intenzíven használták. Ebből a banánból egyébként nagyon-nagyon kevés terem így a világban, tehát ebből nem is nagyon lehet ebből nagyon komoly mennyiségeket mozgatni, értelemszerűen az ára is sokkal drágább, mint a hagyományos sárga banánnak. Most ez egy furcsa kérdés, de éreznem kéne, hogy ennek más íze van, mint a sárga banánnak? Az utóíze nekem egy kicsit olyan bogyós gyümölcsös, kicsit olyan málnás, kicsit olyan epres, picurkát nem nagyon, de az utóízében ezért ez érezhető. A banán Ecuadorból érkezik hajóval, körülbelül 3 hetes útja van a tengeren, etilengázzal indítjuk meg az érési folyamatot, amikor 14 Celsius fokosan berakjuk a kamrába, fölfűtöm 19-re, akkor engedek rá etilengázt, ami az emberekre nem káros. Ugyanezt a gáz termeli a banán is már sárga érett stádiumába, meg az alma is, meg a paradicsom is. Ilyen gyümölcsöt én még életemben nem láttam. Ez micsoda? Mangusztán. Mit kell róla tudni? Finom. Erről a gyümölcsről lehet olvasni azt, hogy egy hónapos kúra után egy ilyen 10 év fiatalodást lehet így fizikai értelemben. Ha csak egy kis darabot eszem, akkor egy 5 évet azért most fiatalodom így gyorsan? Ehet meg és akkor utána. Jó, oké. Okay. Én 10 percet vakonadok. 15. Ez nagyon finom. Fiatalabbnak tűnök? Igen.